Külön öröm ma számunkra, hogy mivel kertes családi házba költöztünk, így a tél minden pillanatát, varázsát ki szeretnénk élvezni a kislányunkkal, együtt hógolyózni, hóembert építeni, nézni a hóesést. A karácsonyi programok közé tartozik, hogy ilyenkor meglátogatjuk a távolabb élő rokonainkat, akikkel az ünnepi asztal mellett jókat eszünk, iszunk, beszélgetünk, és a gyermekem nagy örömére közösen bontjuk ki a Jézuska által hozott ajándékokat, mondta el Horváth Tóth Éva. Mai vendégünk Horváth Tóth Éva, szerző, pedagógus. Üdvözöllek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A kedves televíziónézőknek mondom, hogy mivel Évával nagyon régóta ismerjük egymást, ezért az interjú ideje alatt is tegeződni fogunk. Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel köszöntök mindenkit. Rengeteg mindent csinálsz, tehát azért ez teljes embert kíván maga az írás is, és amellett pedagógusként is dolgozol, ugye az interjú elején volt erről szó. Ha van szabadidőd, akkor azt hogyan töltöd, mivel töltődsz? Igazából szabadidőből nem sok van. Az írással, illetve a saját oldalam, ami a Facebookon szerepel, tehát ennek az oldalnak a szerkesztésével éjszaka szoktam foglalkozni, hogyha nem vagyok túlságosan fáradt, de a legkevesebb szabadidőm is, hogyha adódik, azt a kislányommal, Emmával töltöm, illetve a családdal. És hát közelednek az ünnepek, hiszen a december talán az egyik legszebb időszak az évben. Nálatok hogyan zajlik a Szenteste, a karácsony és a szilveszter ünnep köze? Beszéljünk erről. Igazából idén költöztünk kertesházba, úgyhogy nagyon sok dolog most megérkezik az életünkbe, akár egy hóemberépítés is a saját udvarunkon, tehát ilyen nagy terveink vannak. És mivel most nagyobb a tér, ahol élünk, ezért szeretnénk majd egy ilyen nagyobb családi összejövetelt, hiszen már a hely adott, és elférünk. Így nálunk a karácsony általában úgy telik, hogy rokonlátogatással, ahogy szerintem legtöbbünknek, a Szentestét azt a kis családunk meghitten fogja együtt tölteni, reményeink szerint, és utána hazalátogatunk a szülőfalumba, illetve a férjem családjai jönnek, vagy megyünk látogatóba, ez még nem dőlt el. Ilyenkor karácsonykor egy művész ember számos ihletet kap szerintem az átélt pillanatokból, igen, és ami legfontosabb, nem is, hogy átélt, a megélt pillanatokból, élményekből. Én nagyon boldog és kellemes ünnepeket kívánok neked és a kedves családodnak, és köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és megosztottad velünk a gondolataidat. Én köszönöm szépen, és én is kívánok nektek kellemes ünnepeket.